Sziasztok srácok, itt a Oszcel, és nem gondoltam, hogy erről a témáról újra fogok videót csinálni, de sajnos muszáj. Én a benzetes témát már lekezdtem zárni, viszont a Discord szerveremen emberek küldözgetnek olyan dolgokat, ami hát ismételten bebizonyítja, hogy régen is nekem volt igazam Bencecsel kapcsolatban, hogy miket csinál, hogy hazudozik minden össze-vissza, és még másokat hibáztat ezért, és másokra próbál rákenni, hogy nem ő hazudik, és hogy mások a rosszak, stb. Küldtek nekem egy videót, ami az egyik live-ja volt igazából, és végén úgy rólam volt szó. És szó volt Kalbiról, aki csinált Bencecről egy videót, és adtunk neki ilyen memeket Bencecről, stb. Tehát az ő videójára reagált így először tulajdonképpen live végén, utána a Returningnak, tehát Ecirének a videójára, és utána felnézett az én csatornámra is. Beszélgetett, hogy hát igen, ez a tazú, és akkor megnézte a Portal Mapról szóló videómat, és az elején, amikor ugye beszéltem, berekedt a hangom. Én ezt nem tartottam nagy problémának, nem nagyon érdekelt, és ezért nem vettem újra a felvételt, nem vágtam ki, nem csináltam újra az egész részt, és ő ebbe belekötött. És mondjuk úgy, hogy durván egy percen át újra és újra lejátszotta. Most én ennek nem tudom, mi az értelme, de jó, fogadjuk el. Nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát hogy a live chaten is mondja, hogy ilyen házakat akárki tud építeni, még ő is megcsinálja meg, hogy mi ez, négy oszlop, van egy teteje és elferdítem. Na most, szerintem még parancsot se tud, hogy csináljon ilyet. Nemhogy megcsinálni egyáltalán utána. És live chatjén is úgy láttam, hogy jó páran írták, hogy ezt még az 5 éves testvérem is megcsinálja. Na most, a Benzesnek és az Implicitnek ilyen jó építészei vannak, hogy bármit megcsinálnak, akkor ez náluk miért nem látszik? Tehát, hogy olyan szar mapjaik vannak, ami... Na, most az előbb is berekedt hirtelen a hangom egy másodpercre. Remélem hallottátok, direkt nem fogom kivágni. De visszatér a témához. Olyan szarok a mapjaik, hogy ez valami hihetetlen. Tehát én így szervert se nyitnék, tehát hogyha nem tudok építeni, akkor inkább veszek egy mappot, basszus, de ők. Vannak építészeik, oké, de könyörgök, miért nem tudnak például engem elfelejteni? Tehát én ha ráírtam Discordon Bencesre, erről lehet, hogy most fogok nektek mutatni képeket, vagy csak leírásba leinkelem, hogy MediaFire-be feltöltött fájlba, rarba a képeket, de nem tudom, hogy mutassak erről, mert nem szeretnék legyenre belemenni, de és a videó komment szekciójába írtok nekem, hogy ti erről szeretnétek képeket látni, hogy miket írogattunk, akkor én szívesen küldök bárkinek képet, úgyhogy ezzel nem lesz probléma, de visszatérve erre a témára, hogy folyton össze-vissza hazudozik, és mindenkit hülyének néz. És én nem értem a nézőit, nem szeretnék senkit bántani, mert elegem van már ebből a témából, de az, hogy valaki a live-jára 10 perccel később érkezik, és ő leszólja azért, hogy nem tudja, mi történt a live elején, mert rákérdez a srácra, hogy miről van szó, vagy ilyesmi, és Bencesz meg ezért leszólja őt, lenézi egyből, meg szidja, tehát szerintem ez nem normális, és utána ezek az emberek még tovább folytatják a live nézését, tovább bíznak Bencecben, követik őt, stb. Nem értem, hogy miért. Tehát, hogyha valaki leszólt titeket, akkor nem értem, utána miért követitek őt. Gondolom, ezután a beszélgetés után, amit én most itt lefolytatok tulajdonképpen hozzátok, szerintem jönni fognak az emberek, és valószínűleg valaki elküldi ezt a videót Bencesnek, ha csak nem ő saját magától veszi észre ezt a videót, és küldi ide biztos majd az embereket, vagy egyből jönnek a Bences fanok, nem is kell őket küldeni, egyből jönnek és dislike-olnak engem, és már csak ezért is le fogom tiltani a like-dislike-ot, mert engem nem fog érdekelni az, hogy ide jön egy gumicukorbanda, és akkor elkezdenek dislike-olni úgy, hogy még csak végig sem nézték a videót, csak látják, hogy reagálás Bencesre, vagy valami ilyesmi címet adok majd a videónak, és mondjuk ezt meglátják, és puff, egyből dislike, mert bennet az Isten, őt nem lehet bántani, stb. És akkor itt kitérek arra is, hogy ugye nekem a legelső Bencezes videóm, amikor én kiléptem imtől,
mert nem kirúgott, amilyeneket Discordon is fúgódott nekem, mert soha nem tudott volna kirúgni. Bent szabta meg a végső cseppet a pohárba, úgyhogy abban a videóban is visszatérve erre, képek összefüggőek voltak. Tehát ha valaki egy kicsit értelmes, és megnézi azokat a videókat, akkor az elején látja, hogy az egyik kép utolsó pár sora mondjuk, és a következő kép első pár sora ugyanaz. Mert direkt mindig összefüggőbe fotóztam le, hogy ne legyen az, hogy hazudok, meg ilyenek, ne legyen ebből probléma, de még így is belekötnek az emberek. Ezt nem értem, hogy miért. Egy épesző ember ilyet nem csinál. Illetve a másik, Benz az azt mondja a live-ban, 7 szervergépük van. Na most, oké, 7 szervergép. Írt nekünk olyat Discordon, 3 szervergépe van. Írt olyat, hogy 7 szervergép és 256 GB-os, meg 500 GB-os van, de akkor érdekes, miért laggolnak a szerverek? Tehát, hogy egy szervernek akkor miért nem tud 50 GB-ot adni? Adjon egy rohadt szervernek 50 GB-ot, bazd meg, és nem fog laggolni. Ez az egyik, amiről beszélni szerettem volna még, illetve a másik. Írt nekem olyan Discordon is, hogy Magyarország legjobb developer csapata csinál neki egy klienst, ami olyan lesz, mint a Cheatbreaker modok, ugyanolyan lesz, nem lehet majd csalni a szerveren, és akkor így lesz kliens a szerver. Na most, én ebben nem szeretnék belekötni, csak olyan szinten, hogy ha már Magyarország legjobb developer csapata ingyen csinál neki egy ilyen klienst, ami nekem állítólag Bendett szerint 600.000 forintba kerülne, akkor miért nincs jó botvédel? Miért nincs egyedi weboldaluk? A leírásban egyébként le fogom rakni, hogy ezt miért mondom, hogy egyedi weboldal. Mert több weboldalról másoltak le dolgokat. A Mindpolis weboldaláról, mindpolis.hu felmentek, és a legalsósabb ugyanaz, egyedül a cég nevét írták át. Tehát, ha már kurva jó developer csapatuk van, akkor miért nem csináltatnak egyedit? Mert a MySide nem csinálta, hanem vett egy egyedi weboldalt például. Tehát, hogy nyörgő, miért? Most jöhet mindenki az a kommentekben majd, hogy úgy, hogy csicska, megint hazudozol, meg ilyenek, de nem érdekel. Az ilyen embereket egy végében le fogom tiltani, meg fogom mondani a véleményemet, meg mint amit a portálnapomról is a videó elején mondtam, hogy én nem tudok építeni, meg hogy elvileg Magyarország egyik legjobb építésze vagyok. Na most, én azt mondom magamról, hogy jól építek, szerintem, és sokak szerint is, elég sokak szerint. De ő azt mondja, hogy nem építek, nem tudok építeni, meg ugyanazokat a házakat építem, mint. Na most, én picit ére ugyan régen, Combofly-ra építettem valami azt. Ez most megcsinálom mindenektek. Így. Ugye, erre gondolok, amit ti a portálos videómban is láthattok. Erre a tetőre gondolok. Erre. Az ilyen alakúra. Na most, ha valóban én már építettem egy hasonló tetejű házat, akkor máshol már nem lehet. Tehát, hogy én nekem van ugye ez a WordPress tutoriálom, most ott egy ilyen házat építettem. Csak megmutattam. Tehát az csak egy tutoriál, hogy hogy csinálom. Aztán most a portálmapra volt egy olyan házam, aztán volt az, amit leszólt ugye, hogy milyen egyszerű oszlopok, meg egy tető, valamilyen tető. Viszont volt egy harmadik építmény is, amihez viszont nem szólt hozzá. Ez már azért máshogy nézett ki. Ugyanígy mondhatni torony volt végül is, de azt nem szólta le. Miért? Mert talán egyikre sem hasonlított eddig. Taszko egyedit csinált, Taszko egyedit csinált, bakker! Csendbe kell maradni. Tehát érdekes. Rengeteg mappom van, olyan, amit még a barátaim se láttak, van ilyen mappom, nem is kevés. De én legalább próbálkozok építeni és újakat kitalálni, és csinálni, amit szeretek. Én ezt azért csinálom, mert szeretem ezt csinálni. És ha valaki szerint én szarul csinálom, akkor ez van, én elfogadom. Csak mondja meg, hogy miért. És én most videó közben láthattatok pár bevágott videót. Ez Ecire videója, Returning Ecire videója, illetve Kalbi videója volt. Azokat a videókat is nézzétek meg nyugodtan. Tehát így most videó közben is én így bevágtam, de ti is nézzétek meg nyugodtan. Igazából nem tudom, mit mondjak még, tehát ezzel nincs kedvem már foglalkozni, nem értem, miért nem lehet elfelejteni, miért nem tudnak engem a Bencesz nézői elfelejteni, tehát szarjanak le engem. Bencesz megmondta a Reagás az értelmesek videóra, ami ugye rólam szólt az egyik, hogy nem lesz rólam több videó. Bezzeg jó párszor live-ba is beszélt rólam, és most az egyik legutóbbi live-jába, talán utolsó előtti, vagy még az előtti live-ba, most nem tudom már pontosan melyik,
abba így lenézett most tulajdonképpen mindhármunkat, és megpróbált minket leégetni, ami abszolút de nem sikerült. Tényleg nem tudom még mit mondjak, aki nem hisz nekem, vagy ellenem van egészségére, megint mutált a hangom, csak hogy felhozzam hirtelen embereket. Ez van. Ha nem tetszik valakinek, akkor kapcsolja ki most a videót, de van szarva. Mert sokan mondják, hogy hö, benzes videóban nem mertél beszélni. Gyerekek, lehet, hogy abban a videóban nem beszéltem. De előtte jó pár videóban beszéltem, meg még utána is. Meg most is beszélek nektek, külön azért, hogy ebben ne lehessen belekötni, és hogy ne írnom kell minden. Úgyhogy tényleg szálljátok le rólam. Aki nem azért néz engem, mert tetszik, amit csinálok, az iratkozzon le. És ezt komolyan mondom, nem érdekel, ha ezzel veszítek mondjuk 50 feliratkozót, 100 feliratkozót, le van szarva. De akkor legalább azok lesznek feliratkozó maradva rám, akik nézik a csatornámat, és azért nézik, mert tetszik nekik. Hogy én nem tudom most már tényleg mit mondjak, leszeretném üzenni ezt a bentezes témát. Discordon is letiltott, úgyhogy nem is akarok egy altal se ráírni Discord alt karakterrel, tehát feleslegesnek tartom, mert hiába beszélek vele. Nem lehet, tehát nem lehet vele értelmesen kommunikálni. Úgyhogy ha erre a videóra netán csinál egy reagálást, én esetleg egy kis karakteremmel írok neki egy kommentet YouTube-on, de semmi más, tehát én róla a videót többet tényleg nem fog csinálni. Ezt én is megígértem az egyik videómba, ugye, már tehát arra abban a videóban, ami róla szólt, hogy nem fogok róla többet csinálni, meg kommentbe is több embernek írtam, hogy többet nem lesz róla a videó, meg mondtam is ismerősöknek, meg stb. Stb. De ezt már nem bírtam, tehát úgyhogy ennyi, én nem tudom mit mondjak még, de tényleg, tehát fárasztó nagyon, és rühellem, én próbálok videózni, próbálom csinálni, szeretek amellett, hogy élem az életemet, tényleg nem tudom mit mondjak, tehát nem vagyok egy bőszavú ember, de most már tényleg. Úgyhogy igen, lehet, hogy én itt most már elköszönök. Ha bárkinek bármi kérdése van, akkor az kommentbe írjon rám, vagy Discordon, vagy bármi, ahol tud, el tud érni. Ott válaszolok, de vagy akár beszélhetünk is, felhívhat Discordon, totálisan mindegy. Esetleg ezt 5 embernél csinálom meg maximum, hogy elmondom újra. Mert még a mai napig is mondom a lényegét annak, hogy én miért léptem ki impről, mert még mindig megvannak emberek, akik megkérdezik. Nem haragszok rájuk, csak megnézzék meg a videót, és egyértelmű lesz egyből. Úgyhogy, köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, leírást még nézzétek meg esetleg, linkelek még pár dolgot. A képeken egyedül még elgondolkozok, hogy kirakom vagy nem, de valószínűleg nem, nehogy megsértsem ezzel Bence-t, és megint, aztán megint én lennék a rossz. The Returning videója és csatornája, és Kalb videója és csatornája ott lesz a leírásba. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy megnéztetek a videót. Nem kérem, hogy lájkoljátok, és azt, hogy iratkozzatok fel, mert ezt a videót most nem azért csináltam, és miatt azért jönne ide valaki, gondoskodom, hogy megint nézettség, hogy Bence-t beleírom a videó címébe, nem nézettségért. Aki akarja, lájkolja, aki akarja és még nincs, az feliratkozik. Most direkt nem fogom kérni, úgyhogy erről ennyit. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és remélem érthető volt, amit mondtam, úgyhogy tasszel voltam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!